Május 21-én, kedden délután ünnepélyes keretek között adták át a jársági fotópályázat 2024 Egy kép többet ér 1000 szónál című fotópályázat elismeréseit. A díjátadónak a Jászberényi Városháza díszterme adott otthont. A beküldött pályázati képeken keresztül gyönyörű vidékünk, a jásság természeti, valamint épített és kulturális értékei elevenednek meg. A nemes vetélkedőt második alkalommal írta ki és szervezte meg a Jászok Egyesülete és a Jászapátiak Baráti Egyesülete Bugyi László közreműködésével. Az idei esztendő még a tavalyin is túltette. Egyrészt a beérkező anyagok mennyisége, másrészt minősége, és azt hiszem, nem akarom ezzel elvenni Varád Károly úrnak a kenyerét, az anyag, tehát az, ami szeretett szülőföldünket dokumentálja, valóban fölemelő, lélekemelő, olyan, amire minden jász büszke lehet. A négy tagú szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen 290 pályamű érkezett, amelyet felnőtt és junior korcsoportban három témakörben bíráltak el. A fotós feladata meglátni a szépet, a jót, a meghökkentőt, megörökíteni azt és másoknak is megmutatni. Hallhattuk Barát Károly fényképészmestertől, aki zsűritagként értékelte a beküldött fotográfiákat. Hajdanán a 20. század elején Eszter Károly fotoművész azt mondta, ha egy fotód a falon, most mondjuk azt, hogy a monitoron is, és nyomtatásban megjelenik, legyen annyi mondani valója, mint amennyi szöveg a helyén nem férne. Tisztelt kiállítók! Önök beküldtek 290 darab fényképet. Ha minden csak egy oldal a mondani valója, akkor egy szép kötet keletkezne ebből. Az okleveleket és a díjakat dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke, és Illés Anita, a Jászapátiak Baráti Egyesületének alelnöke adta át. A fotók megtekinthetőek a Jászok Egyesületének Facebook oldalán, illetve hamarosan kiállítás nyílik az Agyvaparti sétányon, ahol az idei és a tavalyi pályázati anyagokból láthatnak ízelítőt az érdeklődők.